október 1-én kezdődik a népszámlálás, a részvétel mindenkinek kötelező. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, rajzkiállítás nyílt az Ars Sacra Fesztivál keretében. Kung Fu bajnokság, magyar döntőbe kerülhettek a sportolók a Moson-Magyaróvári versenyről. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Október 1-én kezdődik a népszámlálás hazánkban. Az adatgyűjtésen minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A népszámláláson való részvétel mindenkinek kötelező, hiszen aki nem vesz részt a népszámláláson, arra közigazgatási bírság várhat, ami akár 200 ezer forint is lehet. Október 1-én, szombaton kezdődik a 2022-es népszámlálás. Ennek köszönhetően a Központi Statisztikai Hivatal szeptember utolsó napjaiban minden magyarországi lakcímre küld egy postai felkérő levelet, ami a belépési QR-kód mellett tartalmazza a népszámlálás hivatalos weboldalát, valamint az adott háztartás 12 jegyű belépési kódját is. Ezzel a kóddal lehet belépni a Központi Statisztikai Hivatal honlapjára, és itt lehet kitölteni online a számláló kérdőíveket. Ez az időszak október 1-től október 16-áig tart. A népszámlálási kérdőívet kötelező kitölteni életkortól és állampolgárságtól függetlenül mindenkinek, aki Magyarországon él, de azoknak is, akik 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, valamint azokra a külföldi állampolgárokra is érvényes az adatszolgáltatási kötelezettség, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményekben lakók az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális munkások segítik a népszámlálásban való részvétel során. Ha valaki nem kapta meg a KSH felkérő levelét a belépési kóddal, annak ezt a polgármesteri hivatalban kell jeleznie. Ezután itt pótolják a kódot. Azoknak, akiknek nincs lehetősége az internetes kitöltésre, számlálóbiztosok segítenek majd. Október 17-től november 20-áig számláló biztosok keresik fel azokat, akik nem töltöttek online kérdőívet. Majd még egy harmadik időszak következik, a 21-től, november 21-től, amikor személyesen meg kell jelenni a jegyzőnél azoknak, akik semmilyen módon nem számláltattak meg, és itt hivatalban számláló biztos segítségével ezt megtehetik. A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe. Minden háztartásban egy lakáskérdőívet kell kitölteni, és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. A kérdésekre néhány kivétellel kötelező a válaszadás. A nemzetiségre, anyanyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra vagy a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kitöltése önkéntes. Ha valaki megtagadja a kérdőív kitöltését, arra közigazgatási bírság várhat, ami akár 200 ezer forint is lehet. Képviselőtestületi ülést tartanak Moson-Magyaróvár vezetői szeptember 29-én csütörtök délután 1 órától a polgármesteri hivatal dísztermében. A képviselők összesen 25 előzetes napirendi pontot tárgyalnak majd. A legfontosabb napirendi pont az energiaracionalizálási tervek teljesítése érdekében hozott döntésekről szóló pont lesz. A képviselők továbbá tájékoztatót hallgatnak meg Moson-Magyaróvár alap- és középfokú oktatásáról, az adóztatás helyzetéről, valamint döntenek a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Ügyvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatokról, alapítványok támogatásáról is. Az Ars Sacra Fesztivál zárásaként egy rajzkiállítás megnyitójára, majd családi napra várták az érdeklődőket szeptember 25-én vasárnap. A kiállítás megnyitóján a legjobb alkotásokat díjazták, míg a kézműves foglalkozásokon őrangyalok készültek. Szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel a Fehérló Közösségi Ház terme szeptember 25-én, vasárnap délután, ahol hivatalosan is megnyitották az Ars Sacra Fesztivál keretében szervezett rajzkiállítást. Az idei évben is óvodások és általános iskolások műveit várták, akiknek ezúttal a fesztivál mottóját kellett megidézniük képeiken: úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Volt, akinek ez a családot, a barátokat, vagy éppen magát, a szerelmet jelent.
jelentette, de sokan házi kedvencüket elevenítették meg alkotásukon. A beérkezett pályamunkákat Vecsey László Ezékiel, a zsűri elnöke értékelte a kiállítás megnyitóján. Elvárásunk volt, hogy mottónk lényege leolvasható legyen képeikről. Örömmel fogadtuk azokat az alkotásokat, melyek színesek, fantáziadúsak, kifejezők és befejezettek voltak. Vecsey László elmondta, az idei évben is sok szempontból közelítették meg a témát a gyerekek, de főként a világi látásmód volt a jellemző. Eredményt óvodás, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, valamint hetedik, nyolcadik osztályos korcsoportokban hirdettek. Első, második, harmadik helyezést, valamint külön díjat is átadtak. Nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, meg az oklevelet, és a külön köszönöm szépen, hogy engem is választottak. Nagyon szépen köszönöm. Mit rajzoltál erre a pályázatra? Hát én, hogy is mondjam, lerajzoltam ugye a születésnapomat. Hát, hogy is mondjam, szerintem ami jól lett a képen, az anyukám, mert azért olyan jól én se tudok rajzolni. Azért választottam ezt a témát, mert ezen látszik, hogy ez a két ember mennyi mindent megélt, háború, szenvedés, de kitartóan szeretik egymást. És úgy azért pont eztet rajzoltam le, mert eztet találtam a legjobbnak, ami passzolna a témához. Rajzoltam egy anyukát, ami átalál minket. És miért pont ezt rajzoltad? Azért, mert az ovonin, mert ezt kellett. A kiállítás megnyitója után családi nappal várták az érdeklődőket a Fehérlóban. Elsőként kézműveskedésre volt lehetőség, ahol őrangyalok és szíves díszek készültek, majd filmvetítés volt. Második alkalommal várták a sportolókat Moson-Magyaróváron az UFM arénába, az országos kung-fu és wushu bajnokságra. A szeptember 24-én rendezett verseny előszobája volt a magyar bajnoki döntőnek is. Közösen és egyénileg is melegítettek a versenyzők szombat délelőtt az UFM arénában, majd a résztvevők közös bevonulásával vette kezdetét az országos kung-fu bajnokság. Moson-Magyaróvár biztosított helyszínt ugyanis a szeptember 24-én tartott országos kung-fu és wushu bajnokságnak, amit a helyi Cheng Shaolin Kung-fu Sport Egyesület szervezett. A hivatalos megnyitón a sportolókat Stár Katalin köszöntötte, aki elmondta, a sport gyakorlása alatt a fegyelemé, a koncentrációi és a tudatosságé a főszerep. A Moson-Magyaróvár Sport Egyesület nagyon szép eredményekkel küzdött gyerekkel. Az egyesület edzője Sipó Bukár Bertalan, világbajnok, Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok. Az egyesület egyik versenyzője, Huszár Domenyi, kimagasló eredményei alapján 2018-ban elnyerte a Moson-Magyaróváros férfi sportolója címet. A megnyitó után aztán kezdetét vette az országos bajnokság második fordulója, ami belépőt jelent a magyar bajnoki döntőbe is. Ugyanis a két forduló összesített eredménye alapján hívják meg a bajnoki döntőbe a sportolókat, majd itt dől el a jövő évi válogatott keret is. A mai versenynek az is lehet a célja, egyrészt ugye a magyar bajnoki döntőbe jutás, ami ugyanitt lesz november 19-én, és ugye ilyenkor válogat a szakszövetség a jövő évi Európa vagy világbajnokságokra. Moson-Magyaróváron most több mint 100 versenyző mérettette meg magát full kontakt és light kontakt küzdelem, valamint formagyakorlat kategóriákban. A formagyakorlat két nagy csoporta oszlik, a modern wushura, ami a modern wushu taolóra, ami egy szabályozott kereteken belüli meghatározott gyakorlatokat tartalmazó formagyakorlatok összessége, amelynek pusztakezes és fegyveres része van, illetve a tradicionális kung-fu stílusoknak a repertoárját felvonultató tradicionális formaelemeket. És van egy külön kategóriánk, ami most a világban egy nagyon elismert stílus, a Wing Chun. A Kung Fu és Wushu szakszövetség magába foglalja a kínai harcművészeteket gyakorló sportegyesületet, így például a Moson-Magyaróvárit is. A házigazda egyesület a szervezés mellett több sportolót is nevezett a bajnokságra. Az első fordulóban második lettem a bajnokságban, stílusbajnokságokon pedig van egy első helyem, egy második helyem és egy harmadik helyem. Mit vársz a mai versenytől, milyen eredményt szeretnél elérni?
Úgy érzem, hogy remek volt a felkészülésem, ezért mindent megteszek azért, hogy minél jobb helyzetet érjük el, és egy első helynek nyilván nagyon örülnék. 16. éve kungfuzom, már közel 10 éve versenyzem. Igazából a kungfut főleg az egészségügyi szempontja miatt szeretem, tehát hogy a testi egészség számomra nagyon fontos, illetve hogy mindig ki tud kapcsolni a hétköznapokból. Minden edzés során bármi gondom, bajom van, fáradt vagyok a hétköznapokban, azt teljesen elengedem, és csak a sportra koncentrálok. A kungfu Magyarországon jövőre 40. évfordulóját ünnepli, a sportágban pedig évről évre fejlődő eredményeket érnek el a versenyzők. Mivel világbajnokságokat a sportágban főként a Távol-Keleten szerveznek, és óriási költségekkel járnak, így nehezebb a sportolóknak képviselniük magukat, az egyesületüket, vagy éppen az országot. Ennek ellenére, akinek sikerül kijutni, az is szép eredményeket ér el. Sikeresen szerepeltek a Moson-Magyaróvári Atlétikai Klub versenyzői a hétvégén, több megmérettetésen is. Albert Irsán az U14-es korosztály számára utolsó felkészülési versenyt szerveztek az országos összetett bajnokság előtt. A Moson-Magyaróváriakat Forrai Attila képviselte, 80 méteres gátfutás, távolugrás, gerelyhajítás és magasugrás versenyszámokban 1411 pontot szerzett, és ezzel megnyerte a versenyt, valamint egyben aranyjelvényes szintet is teljesített. A hétvégén a cseh Znojmóban rendezték az U16 válogatott viadalt 5 ország részvételével. Sejli Virág 100 méteres gátfutásban képviselte hazánkat, óriási versenyben a 3. helyet érte el. Röviden a csütörtöki időjárásról. Felhős időre van kilátás, egész nap esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Élénk, olykor erős lesz a szél, napközben 14 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Palanik József, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha és Kert következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!